Szép estét kívánok! 2018. január 1-től megtéríti a kormány az új nyelvvizsgadíját. Hogy ki mindenkire vonatkozik a támogatás, az hamarosan kiderül az Esti Mérleg című műsorunkban. Megtéríti a kormány az új nyelvvizsgadíját 2018. január 1-től minden 35 év alatti fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik akár több nyelvvizsgával, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, család és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken a Debreceni Egyetemen. A bejelentéssel kapcsolatban Varga Tamás országgyűlési képviselő és Molnár Tamás tanácsnok tartott tájékoztatót. A javaslat Székesfehérváron született meg, az Országos Diákparlament során fogalmazták meg a fiatalok, hogy az első sikeres nyelvvizsgát támogassa a kormány. A kormány válaszul január 1-től legfeljebb 34.500 forintos támogatással segíti a 35 év alattiakat nyelvvizsgájuk megszerzésében. Mi Székesfehérváron nem büszkék vagyunk arra, hogy a javaslat itt Székesfehérváron 2014-ben az Országos Diákparlamenten fogalmazódott meg, mely szerint azt kérték a diákok, hogy a nyelvvizsgájukat, az első sikeresen megszerzett nyelvvizsgájukat támogassa a kormány, az állam azzal, hogy a nyelvvizsgadíját visszatéríti. Erről most a kormány meghozta a döntését, és 2018. január 1-től az első sikeres nyelvvizsga, vagy az akár középfokú, akár felsőfokú, akár komplex C-típusú, vagy A szóbeli, B írásbeli, és bármelyik nyelvvizsga típus. Ennek az árát egy felső határig, ami 34.500 forint jelen pillanatban, a mindenkori minimálbér 25%-a erejéig a kormány visszatéríti. Ez az első nyelvvizsga, természetesen lehet a legelső is, és lehet az első, amelyet 2018. január 1-e után szerez meg a fiatal, hiszen nem feltétel az, hogy ne legyen nyelvvizsgája, ez lehet a második, harmadik, negyedik, akár ötödik sikeres nyelvvizsgája is, és lehetséges az is, hogy már van egy középfokú, de most egy felsőfokú, tehát egy szintet emelkedik, az is sikeres nyelvvizsgának számít. Nagyon fontos tudni, hogy ez a 35. életév betöltéséhez kötött, de nem a néha rendszertelenül és kiszámíthatatlanul érkező nyelvvizsga bizonyítvány megérkezése, mégis a megérkezés napja számít, hanem a vizsga letételének napja számít. Feltétel a hallgatói jogviszony? Nem feltétel, de természetesen a hallgatóknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak is szeretne a kormány segíteni, hiszen mint egy 131 néhány ezer nyelvvizsgát tettek le Magyarországon magyar fiatalok, és természetesen idősebbek is, és ebből kicsit több, mint a fele, 81 néhány ezer volt sikeres, és emiatt a magyar egyetemek és főiskolák páncélszekrényeiben 12 ezer diploma vár arra, hogy a hallgató teljesítse a követelményt, a kimeneti követelményt, megszerezze a sikeres általános vagy szakmai anyaggal bővített közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgáját, és megkaphassa a diplomáját. Nem titkoltan szeretne a kormány segíteni ebben is, és természetesen abban is, hogy minél több nyelvet beszél valaki, annál sikeresebb lehet a munkaerőpiacon, annál jobban fizetett állást tud megszerezni. A fiatalok az új nemzedék központokban kérhetnek segítséget. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft., melynek egy országos hálózata működik az országban, és itt Székesfehérváron is, a Kossuth utca 7-ben van egy új nemzedék közösségi tér, ami, mint ahogy eddig is, majd a nyelvvizsga kérdésében is minden információt meg tud adni a fiataloknak, tehát akinek kérdése van, vagy szeretne többet tudni, akár a nyelvvizsgával kapcsolatos teendőkről, akár bármilyen ifjúságot, fiatalokat, diákokat érintő kérdésről, azok betérhetnek ide az Új Nemzedék
közösségi térbe, a Kossuth utca 7-be, és meg fogják kapni azokat az információkat, amiket meg kell tenni majd azért, hogy ezt a támogatást megkapják a kormányzattól. Tehát akár a papírok kitöltésében, a támogatás igényléséhez, akár a nyelvvizsgához mindenféle segítséget? Így van, minden segítséget meg fognak adni az itt dolgozó kollégák ahhoz, hogy a bürokratikus elemeket le tudják a fiatalok. Szerintem egyetlen egy dolgot nem tudnak majd nekik segíteni, magát a nyelvoktatást megtartani, de azon kívül valóban minden segítséget megadnak a fiataloknak, és ha kell, akkor a felvételiben is tudnak segíteni. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy ha egy fiatal ide betér, akkor komplex támogatást és információkat fog tudni kapni, mondom, akár a nyelvvizsgáról, akár minden olyan kérdésről, ami őket a napi életben érinti. És még arról talán nem esett szó, hogy ez egy utólagos támogatás, hogyha minden igaz. Nagyon fontos, hogy sikeres vizsgához kötött támogatásról beszélünk, remélem ez majd ösztönzőleg is hat a felkészülésre a fiataloknak. Tehát miután a fiatal bejelentkezett a vizsgára, kifizette a vizsgadíjat, majd letette és a sikeres vizsgát megszerezte, utána tudja visszaigényelni ezt a maximum 34.500 forintot. Tehát nagyon fontos az, hogy szükséges egy sikeres vizsga ahhoz, hogy ez a térítés megtörténjen, és ami nagyon fontos, hogy mindenkinek 35 év alatt jár ez a támogatás. Annak is, akinek már van nyelvvizsgája, az is egy következő nyelv elsajátításához, a következő nyelvhez szükséges nyelvvizsgadíját azt vissza tudja majd igényelni. Pauli Kanett jónak tartja a kezdeményezést. Már van egy nyelvvizsgája, de tervezi, hogy újra belevág. Nekem 2 évvel ezelőtt lett meg az első nyelvvizsgám, ami nagyon sokat szenvedtem, hogy meg legyen, de nagyon örültem neki, nagyon jó érzés volt, és egy plusz adott már önmagában az, hogy túlestem magán a vizsga szituáción is, és nagyon sok tudással lettem gazdagabb. És a később élményben is nagyon sokat szeretnék tanulni, mert úgy gondolom, hogy én még abban a korban vagyok, aki bármikor, bármerre utazhat, mehet a világban, természetesen ez mindenkorra igaz, és ez egy olyan lehetőség, ami által még jobban inspirálódok, hogy menjek, tanuljak, és utána ezt a későbbiekben kamatoztathassam is, akár a munkám során, akár utazásaim során. Milyen terveid vannak? Hát most én nekem angolból van meg a nyelvvizsgám, esetleg oroszból szeretném, vagy németből, ami másik átlagos nyelv, amiből nagyon sokat lehet dolgozni, főleg itt Európában. És terveznéd akkor te is igénybe venni a támogatást? Igen, ez egy nagyszerű lehetőség szerintem. Fontos, hogy a támogatást csak azután tudják igényelni a fiatalok, ha sikeres vizsgát tettek. Egy uniós pályázatnak köszönhetően több 100 millió forintos fejlesztésbe kezd az egyik Fejér megyei üzem. A kőszárhegyi fröccsöntő üzemben nem csak kapacitás bővítésben gondolkodnak. Több mint 750 millió forintos fejlesztés valósulhat meg uniós támogatással az egyik kőszárhegyi vállalkozásnál. A Fejér megyei fröccsöntőüzem a támogatásnak köszönhetően jelentős kapacitásbővítést tervez. Több mint 2 évvel ezelőtt nyertünk egy hasonló összegű pályázatot, egy hasonló nagyságrendű támogatást végrehajtottunk. Ezt az idei év elején befejeztük, de közben a fejünkben már újabb fejlesztési gondolatok ébredtek, és ezért februárban adtunk be egy pályázatot 751 millió forint összegben. Elég sürgős volt ezek közül egy gépbeszerzés számunkra, ezért az eredményeket nem megvárva saját felelősségre az új közbeszerzési törvény szabályai szerint márciusban elkezdtünk dolgozni a közbeszerzésen, elindítottuk a közbeszerzést. Ugye szeptemberben lett ennek eredménye, amelynek folyamányaként ugye megrendelhettük a gépet, és amely már itt is van. A kőszárhegyi üzem a kapacitás növelő beruházáshoz valamivel több mint 338 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. Ez az első gép, amelyet a támogatásnak köszönhetően szerzett be a cég. Ez az a gép, amelynek a beszerzését már márciusban elkezdtük, ugye a közbeszerzési eljárását elintottuk. Ugye ez egy nagyon hiánypótló gép, erre egy vevői megrendelésünk volt. Az országban viszonylag egyedülálló technológiát folytatunk ebben, a két komponensű, folyékony
szilikon alapanyagból főre keményedő nagy rugalmasságú szilikon tömítéseket állítunk elő. Tudomásom szerint az országban nem sokan foglalkoznak ezzel a technológiával, tehát elég egyedülálló. Az üzemben zajló fejlesztések célja két irányú. Elsősorban kapacitásbővítés, tehát 9 új fröccsöntőgépet vásárolunk, 900 tonnás fröccsöntőgépet, egy 150 tonnás fröccsöntőgépet, valamint a már beszerzett szilikongyártó fröccsöntőgép, ami a gépbeszerzés részét képezi. A fejlesztésünk másik nagy iránya a minőségjavítás, hatékonyságjavítás, amelynek keretei között technológiai eszközöket, robotokat, szárítókat, fűtésvezérlőket, szerszámtemperálókat szerzünk be, illetve vannak informatikai fejlesztéseink, tehát a szerszám részlegünkhöz tervező programokat szerzünk be, vásárolunk raktározási, automata liftes raktározási rendszert, illetve egy vadonatúj vállalatirányítási rendszer bevezetését is tervezzük. Hány év van a megvalósításra? Másfél év van a megvalósításra. Ugye ez szeptemberben számunkra, ugye amikor a közbeszerzési eredménye kihíreződött és megrendeltük a gépet, megkezdődött, úgyhogy igyekeznünk kell, hogy a következő közbeszerzési ciklusba is beleférjünk. Mennyi munkavállalóval dolgoznak most, és esetleg ennek a létszámnak a bővítésére lesz-e lehetőség a pályázatnak köszönhetően? Jelenleg 242 fő dolgozik az egyéni vállalkozásunkban, és minden valószínűség szerint, hát a munkaerőpiaci helyzet, ahogy engedi, szeretnénk bővíteni ezt a létszámot a fejlesztéseink eredményeképpen. A kapacitásbővítés mellett egy 10%-os létszámbővítést is tervez az üzem, ehhez azonban nem könnyű megtalálni a munkavállalókat. Szerintem mint minden magyarországi cég rendkívül nehéz helyzetben vagyunk ezen a téren. Próbálunk kicsit többek lenni, mint mások. Ugye a családi magyar tulajdon okán igyekszünk lényegesen emberközpontúbbak lenni. Az a célunk, hogy az emberek jól érezzék itt magukat. Nyilván mind anyagilag, mind erkölcsileg igyekszünk őket megbecsülni. Rengeteg hangsúlyt fektetünk a képzésekre, duális képzést, szinte minden olyan képzési formában, ami vállalati közreműködést igényel, évek óta benne vagyunk, és ebből is próbálunk meríteni. Nyitottak vagyunk mindenre. Ugye éppen múlt hétvégén, pénteken vettünk részt a modern gyárak éjszakáján, tehát mindent elkövetünk azon azért, hogy minket választanak az emberek. A munkaerőt ugyan nehéz megtalálni, de jó hír, hogy a felvásárlópiac után nem kell futni. Meglevő vevőinkkel is rendkívül jó kapcsolataink vannak, tehát nagyon jó helyzetben vagyunk. Bíznak bennünk, támaszkodnak ránk, továbbra is szeretnének minél több munkát hozni számunkra, de nagyon sok új vevővel is tárgyalásban vagyunk, és az elmúlt évek munkájának következtében komoly előrehaladások vannak, és nagyon sok új vásárlót sikerült bevonnunk a kapcsolati körünkbe. Nagy hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre. Ugye a minőségirányítási rendszerrel párhuzamosan nálunk egy környezetirányítási rendszer is működik, környezetirányítási megbízottal. Folyamatosan évente auditálnak minket, ahol évről évre számot kell adnunk arra, nem csak azon túlmenően, hogy a szabályoknak és az előírásoknak mennyire felelünk meg, és hogy ezek az előírások évről évre szigorodnak, hanem évről évre új és újabb fejlesztéseket, előrelépéseket is kell felmutatnunk, amelyeket a kollégák itt teljesítenek is nálunk. Klér Zoltán pénzügyi vezető elmondta, hogy a projekt keretében megvalósítható fejlesztéssel a vállalkozás Magyarország 10. legjelentősebb műanyag fröccsöntő üzemévé szeretne válni. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Esti Mérleggel holnap is várjuk Önöket. Viszontlátásra!